Kertésznapokat tartottak március 3-a és 5-e között Csíkmadarason. Az 5. kertészeti szakmai napokat és konferenciát a Garden Project szervezte. A szakmai napok keretében többek között ökogazdálkodásról, tájépítészetről, tájkertészetről, gyümölcstelepítésekről volt szó, és a korszerű új technológiákat is igyekeztek bemutatni. Összeállításunk március 4-én készült. A cég vezetője a szakma találkozó helyeként jellemezte az eseményt. 5 évvel ezelőtt és azelőtt is arról szólt, hogy minden tavasszal, ahogy jön a gyönyörű tavasz, megszól a telefon, és csak cseng-cseng-cseng-cseng, és jönnek a szakmai kérdések. Hogyan metszünk? Hogyan permetezzünk? Mit csináljunk ezzel a kerttel? Fóliaház, üvegház, rengeteg kérdés jött. Jöttek az a fiatalok, akik külföldön nem kis tapasztalattal, nem kis pénzzel a zsebükbe, kertészetbe dolgoztak, és hogy mibe fektessenek. Szülőktől örököltek pár hektár területet, és hogy azzal mit kezdhetnek, mibe fejlesztenek. És ez napirendi lett, amire válaszolni kellett. Szinte azt mondom, hogy nehezítette a munkánkat, mert hogy szólt a telefon, és válaszolni kellett mindenkinek. És ez adta az ötletet, hogy ezekre a kérdésekre, erre a sok kérdésre egyszerre, egy háromnapos rendezvényre, úgy tudom az első is talán kétnapossal indultunk, hogy arra sok kérdésre szakemberektől, én kertészmérnök vagyok, nagyon sokat tudok, de nem tudok mindent. Nem biztos, hogy tudom az új technológiákat, nem biztos, hogy tudok olyan dolgokat, amire rögtön nem tudok választani. Na és azért van, hogy ezek a fiatalok, vagy ezek a környékbeli, vagy most már azt mondom, hogy a székelyföldi kertészvilág megmozdul és eljön. Tehát itt rengeteg mindenre választ lehet kapni. Az aktuális kérdésekre, a modern technológia fejlődéseire, szövetkezeti lehetőségek, pályázati lehetőségek. Nem én kell elmondjam, nagyon jó, nagyon erős partnereink vannak szerte a világon, és megpróbáljuk belőlük a legjobbakat elhozni ezekre az előadásokra. Magyarországi előadók, most itt beszélek több előadóról, és mindenki el tudja mondani első körbe, első kézbe. Nem a tutit mondják meg, többnyire gyakorolt szakemberek jönnek, és velük egy olyan haladás lehet, egy olyan előrelépést, amit nem biztos, hogy az egyetemek padján megkapunk. Tehát abszolút a gyakorlatiasság a fő tényező. A cég szempontjából mit jelentett ez az 5 év? Hát cég szempontjából nekünk is természetesen nem mondom, hogy az imidzsünkön is valamilyen szinten javít. Tehát arra törekszünk, hogy legalább az, amikor a kertészeti szakmai napok vannak, egy évben egyszer rendbe rakjuk az udvarunkot, rendbe rakjuk a portánkat, vendégek jönnek, határidőket szabunk nekik, és tudjuk, hogy egy olyan irányt állítunk fel, ami a jövőben néz. Soha vissza nem kacsintunk, mindig előre, mindig egy lépéssel előbbre nézünk. Mi a cél a közeljövőben? Célok a közeljövőben most igazából 3 olyan évnek nézünk ki, amikor azon kell gondolkoznunk, hogy saját magunk termesszük meg, saját magunk tartsuk el magunkat. Tehát ebben a világban, ami volt ezelőtt, tehát visszamenőleg ebbe a egészségügyi válsághelyzetbe, felér akár a világháborúba, és minden ilyen jellegű történet egy nagy eszme cserére, egy nagy eszméletváltásra ad okot. Tehát nagyon sokan elkezdtek kertészkedni, nagyon sokan arra gondolnak, hogy meg kell teremtsük saját magunknak az élelmiszert. Az alapélelmiszereket, ami a kertünkben van, az alapdolgokat, ami a kamránkba kerül, és erre kell koncentrálni, hogy egészséges életmódot folytassunk, főleg, hogyha most itt a Csíki-medencéről beszélek, a Székelyföldre, egy olyan természeti adottságokkal rendelkező helyen lakunk, ahol szinte nincsen lehetetlen. Tehát a bogyós gyümölcsök, egészségünkre jó hatással lévő gyümölcsök, minden itt van, csak azt kell tudnunk kezelni akkor és ott, ahol kell.
Az ötödik alkalommal megszervezett kertésznapok második napját Kincses Ildikó, az InnoSteel Design munkatársának a Trendek, acél design elemek felhasználási lehetőségei című előadása indította. A fémek azok mobilisak, tehát épített környezet autólagosan is nagyon jól beemelhetőek, mivel nagyon gyorsan telepíthetőek, nagyon jól szerelhetőek, utólag sérülés nélkül, vagy nagy sérülés nélkül elmondhatóak, áthelyezhetőek máshova. És rendkívül sokszínűek, nagyon kreatív formák, illetve kreatív felületek hozhatók létre belőle. Tehát egy-egy például magassányásból kiindulva, vagy növénytartóból kiindulva, paddal ellátva, konyhát tudunk hozzácsatolni, mind-mind egymásra reflektáló, folytatólagos formaként tud létrejönni. Illetve az egyedi gyártással a helyszíni méreteket egyértelműen és pontosan, milliméter pontosan ki tudjuk használni, tehát nem különálló elemeket tudunk lehelyezni, hanem egy egységes felületet tudunk létrehozni. Az előadók gyakorlati tanácsokkal tudták ellátni a jelenlévőket, hiszen mindegyikük nap mint nap ezeken a területeken dolgozik. A geotextíliák felhasználásáról Kostka Ernő tartott előadást. Jó szabályozás. Alacsony költség. Ugye ma két dolog nagyon sokba kerül. A pénzt tudom, de hogy valójában az emberélő és a vegyszer. A vegyszer ugye lassan azért nem kerül sokba, mert lassan már nem lesz jó vegyszerünk, mert ugye mindent kivonnak az EU-ba, és sajnos nem fogunk tudni vegyszereket használni. Az emberi elő meglátjátok, meg tudjátok, hogy nagyon-nagyon drága, és még drágább lesz. Igazából, ha mi nem csináljuk, akkor nagyon sok ember nem fog mezőgazdaságot csinálni, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy könnyítsük a saját munkánkat. Ehhez pedig az kell, hogy a gazda növényünket, a dísznövényünket, vagy a termesztett növényünket megvédjük. Ehhez vannak a különböző talajtakaró geotextíliák, akkor tudnunk kell, hogy mi az ellenfelünk költségekről, minden relatív, mert egy beruházás költségének nagyon minimális része az a geotextília 1%-át se éri el, és a későbbi fenntartásnál is ugye a kézi munkaerőhöz képest jóval-jóval olcsó. Természetesen minél jobb geotextíliát használunk, annál inkább természetesen drágább, majd visszatérünk a pénzre. Mi az elvárásunk egy geotextíliával? Mindenki használ, meglátott geotextíliát, és amikor elment a gazdaboltba, vagy a tüzételőkre, akkor azt kérdezte, hogy melyik a legolcsóbb. Vagy esetleg azt mondta, hogy hány grammos. Kihallott a grammokról, tehát akkor, hogy mondjuk egy tóépítésnél vastagabb 400-500 grammos geotextíliát használ, és ott az a fontos, hogy átvegye mondjuk a köveknek a terhelését, és mondjuk rosszul ki. De mondjuk egy növényszabályozásnál az OPI-ba már lehet venni 70 grammos geotextíliát is, amit tulajdonképpen át lehet nézni, és akkor ugyanígy át fog nézni majd rajta a gyom is. Látom is. A másik a tartosság. Vannak olyan geotextíliák, amelyek UV hatására elbomlanak. Tök normális is, mert nem arra találták ki, hogy valamilyen módon fedjük őket, csak ezt nem mindig mondják el. Vannak, amelyek 25 éves garanciával rendelkeznek. A vízáteresztő képesség. A vízáteresztő képességet én az elmúlt 10 évben úgy fogalmaztam át magamnak, hogy mindenkori vízáteresztő képesség, ugyanis amikor megveszük a geotextíliát, a hagyományos geotextíliát, akkor az történik, hogy aránylag átfolyik rajta a víz. De a későbbiek folyamán, ezek az úgynevezett hagyományos geotextíliák eltömődnek a talajból beszivárgó apró koloid méretű részecskékkel, és ha már valaki csinál trénlemezt, vagy trén elvezetést, és nagyon jól elvezette a vizet az első évben, a harmadik évben, de a tizedik évben valamiért nem vezeti a vizet, pedig a kavics az ott van, a trén réteg ott van, csak a geotextília eltömödött a talaj apró részecskékben. A szakmai bemutatót követően az előadót kérdeztük.
Az elmúlt 10-20 év gyakorlata alapján rájöttünk, hogy jó minőségű alapanyaggal tudunk jó minőségű kerteket előállítani. Sajnos mindenki kipróbálja az olcsóbbik, kevésbé jobb minőségű alapanyagot. Így van ez mondjuk a geotextíliák világában is, vagy a gyökérvédelem világában is. De most már tudjuk, hogy mi a cél, milyen jó az anyag, milyen jó anyagok vannak, és azok közül próbáltam ajánlani néhány megoldást. A geotextília olcsó megoldás, emelte ki a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének elnöke. Olcsó megoldás, mert mi a drága megoldás ma? A ma drága az élő munkaerő. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy kapálni kell, gyomlálni kell, nincs élő munkaerő. Tehát itt azt tudom mondani, hogy mondjuk egy geotextília az összberuházásnak a fél vagy 1%-a, tehát ez nagyon-nagyon olcsó megoldás. Ugye csak azt szoktam mondani, hogy van olcsóbb, amikor kihagyjuk, és utána az később jóval drágább, tehát tulajdonképpen ezeket az eszközöket, ezeket a technológiákat azért alkalmazzuk, mert összességében a projektben hosszú távon olcsóbb. A hosszú táv az mit jelent? Például egy gyökérvédelem, amikor azt szeretnénk, hogy az a bambuszunk ne nőjön ki a kert többi részében, arra például ebben a termékben 25 év garanciát kapunk a gyártótól. Voltak olyan megoldások is itt az előadásában, amikor például állattartók kérték az önök segítségét? Igen, nagyon nagy probléma az állattartóknak ki és a behajtás. Ugye ezeken az útfelületeken mindig az állatok kitapossák az utat, és ugye ez nem lehet beton, általában a paták miatt, és ugye nem lehet nagyon puha sem, mert ugye akkor meg fölvizesedik, kisárosodik. Erre például vannak ilyen úgynevezett gyökércella megoldások, amelyek stabilizálják a burkolatot, amelynek a tetején lehet valamilyen szóródó anyag, ezáltal az állatok úgymond puha felületen mennek, és mégsem gödrösödik ki az út. Mennyire gyors ez a megoldás, már az elkészítésére értem? Hát ez a zseniális, hogy tulajdonképpen ezek tekercsek és harmonikaszerűen kinyújtható elemek, tehát hogyha valaki megcsinálta az alépítményt, akkor sokkal-sokkal gyorsabb, mint egy betonburkolat, vagy mint egy, és ráadásul rá egy szórt burkolat került, tehát tulajdonképpen, ha megvan az alépítmény, kihúzzuk, rászórjuk ezt a szóródó anyagot, ami lehet ugye esetleg kőzúzalék, lehet ez faapríték, bármilyen szóródó anyag, nagyon gyors. A termesztők, kertészek mennyire fogékonyak erre a technológiára, hogy ezt alkalmazzák a földjeiken? Itt most a gyomszabályozásra térnék ki, ugye azt látjuk, hogy ma már a facsíkokat nagyon sokszor gyomírtják, ugye ma már gyomírtani főleg a biogazdálkodók nem tehetik meg, tehát valamilyen módon vagy védenük kell, vagy kaszálniuk kell, vagy gyomlálniuk kell. Ha védik egy vízáteresztő geotextíliával, azáltal ugye a növényhez eljut a víz és a levegő, és nem tudnak följönni a gyomok, tehát azt látunk ma már, azt gondolom, hogy modern áfonya ültetvény nem is tudok, ami enélkül működne. Az utóbbi időben felélénkült a székelyföldi gyümölcs termesztés. Egyre többen éreztek rá arra, hogy a gyümölcs érték, hangoztatta előadásában Ferenc Lehel kertészmérnök. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre csak, hogy mekkora változáson ment át Székelyföld, tehát a háztáji gyümölcstermesztésnek volt egy bizonyos fokú hagyománya, nevezzem úgy, amikor a családi kertbe gondoztak az emberek egy-néhány gyümölcsfát, az a család szükségletét valamilyen formában kielégítette. Most ehhez képest egy növekvő tendencia van. Meglátták bennem az emberek a lehetőséget. Ebből kifolyólag van egy erőteljesebb termesztés is, illetve ehhez hozzákapcsolódik, hogy most már egy bizonyos fokú érték is van belőle, azért mert az feldolgozódik és eladásra kerül. Na most már szoktam mondani előadásokkor, hogy régen azért hívtak metszeni, hogy karba tartsam az udvart, nézzen ki esztétikai érték, illetve teremjen gyümölcsöt. Megjelentek az almalé feldolgozók, azért hívtak utólag metszeni, mert hát lesz belőle almalé, és feldolgozódik a termék, és milyen jó, és milyen finom. Most pedig len oda kerültünk, hogy azért hívnak metszeni, mert az almalé és az esztétikai érték mellett a lenyesett nyesedékből még tüzelőfa is lesz belőle, úgyhogy hármas haszon kerül ki egy kis házi kertből. Visszatérve az ipari termesztésre, ott vannak elmozdulások, ehhez hozzájárult a különböző finanszírozási programok is, és eléggé szép számba megjelentek gyümölcsösök, és ezeknek a gondozásába játszódnak
ezen előadások nagy szerepet szerintem. Telepítések milyen irányban mozdultak el, vagy vannak-e nagy telepítések most jelenleg a Székelyföldön? Gyümölcsfára értem természetesen. Az elmúlt két évben eléggé nagy volumenben, tehát eddig, amit így szakmai figyelemmel követtem, tehát meg sokszorosodott a telepített gyümölcsösök, és javarészt a tendencia, ami a telepítéseket illeti, főként a biotermesztésre hajlik. Tehát egy olyan szegmest próbálnak az emberek megcélozni ezen a vidéken, amellyel úgymond egy hiánypót próbálnak pótolni, mert hát kimaradt eléggé hosszú idő, ami a gyümölcstermesztés tekintetében hiányzik ezen a vidéken. Miért maradt ki ez az idő? Hát ez főként a szaktudás átadása volt a fő gond. Tehát régen is a falvakban volt egy-két ember, aki tudott oltani. Voltak a régi tanítóbácsik, akik megtanították oltani a gyerekeket, illetve csemetét meg szakszerűen ültetni. Ez valamilyen formában a kommunizmus végén, illetve a 90-es években teljes mértékben kimaradt. Na, ezt most próbáltuk visszahozni, és azt mondom, hogy az elmúlt 10 évnek a munkája most kezd kicsúcsosodni, és ha körbenézzünk, csak akár itt Felcsíkon is, csak kapásból fel tudok sorolni 10 ültetvényt, ami megállja a helyét akár egy magyarországi ültetvénnyel szemben is. Itt Csíkmadarason szinte minden évben a kertésznapok keretében van meccés oktatás, elméleti és gyakorlati, ez az idén sincs másképp. Mennyien jelentkeznek egy ilyen oktatásra? Érdekes, mert mindig az előadásaimat egy bibliai idézettel szoktam kezdeni. Hát most is bibliai idézettel kezdeném. Az aratni való sokszor munkás kevés. Nagyon nagy az igény, érdeklődnek az emberek, most is jelenleg 35 résztvevővel. Van, aki visszatér azért, hogy felfrissítse az elhangzottakat, illetve még többet megtapasztaljon. Ez jó, mert van egy interakció. Nem csak ők tanulnak, hanem én is, mint előadó. Különböző betegségek jelennek meg, különböző termesztés technológiák, amiből visszamerít úgymond az előadó is. Tehát ez jó, mert van rá igény. A kertésznapokat szervező csíkmadarasi cég a gyümölcsök feldolgozásában egy más irányt céloz meg a közeljövőben. Erről Balázs Márta biotechnológus tartott előadást gyümölcsfeldolgozás mesterfokon címmel. A mi cégünknek a feldolgozó egysége arra fog fókuszálni, és arra fókuszál, hogy a gyümölcsfeldolgozás ne álljon meg itt, hanem a gyümölcs, ami beérkezik, az héjastól, magostól, beltartalmától kezdve fel lehessen dolgozni, és különböző hatóanyagokat ki lehessen belőle nyerni, és ezzel akár étrendkiegészítő fele elmenni, vagy nagyobb rostartalmú élelmiszereket létrehozni. Tehát minden olyan dolog, vagy például az illóolajat is tudnám itt mondani, amelyet eddig vagy nem lehetett, vagy pedig kisebb, tehát olyan gépezetek kellenek ehhez, amit otthon nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy otthon a kilekvárt készített, az nem fog neki illóolajat párolni. Tehát ehhez kell egy műszerezettség, kell egy szaktudás, úgyhogy mi erre próbálunk fókuszálni a Mesterfok címszó alatt. Jelenleg a cég szintjén hol áll ez a fajta feldolgozás? A feldolgozásunk, tehát vannak már kísérleti fázisaink, tehát ahol már úgy feszegetjük a határokat, hogy mi az, amire igény lenne, mi az, amit nekünk kincs, itt a mi őshonos bogyós gyümölcseink akár, vagy itt milyen hatóanyag beltartalmak vannak, tehát egy feltérképezés, és akkor megvan érkezve nekünk a feldolgozó egységünk, és olyan gépezetek, olyan műszerezettség, amivel ezt meg tudjuk csinálni, végig tudjuk vinni. Mi az, ami itt fog készülni? Hát nagyon sok minden, ugye épp a kollégáimmal beszéltük el, hogy lehet be kell szűkítsük ezt a kört, mert hogy ötlet az rengeteg van, minden emberre jut legalább 15 ötlet. Aztán a kivitelezés egy picit beszűkíti ezt a határt,
Nagyon szeretnénk étrendkiegészítők irányába is elmenni, és van egy nagyon jó ötlet a kozmetikumok irányába is. Tehát mindenképp azt szeretnénk, hogy ezek a bogyós gyümölcsök teljesen feldolgozódhassanak, és persze mellesleg szeretnénk a hagyományos termékek, a szörp és a lekvár esetleg, vagy különböző ilyen koncentrátumok mellett a hatóanyagokat koncentrálni és különböző formában formulálni és a piacra dobni. Az ehhez szükséges gépek már megérkeztek, és hamarosan elkezdődik a gyümölcs nem szokványos módon való feldolgozása. Szabó József, a Green Mérnök Kft. Ügyvezetője, ki a kakas a szemétdombon, avagy a zöld műszaki ellenőrzés szerepe és fontossága a gyakorlatban címmel tartott előadást. A zöld vagyon, ez egy nagyon fontos dolog, mert minden pénzbe kerül, és tulajdonképpen ezt nagyon fontos a fejében megérteni a döntéshozókkal, a politikusokkal, és utána a többi kollégával, akik részt vesznek ennek a zöldfeldgazdálkodásnak a kérdéskörében, hogy amit teszünk, az tulajdonképpen egy vagyon. Tehát a kezünkben van egy fa, egy növény, mindegyiknek értéke van. Léteznek erre egy applikációk nálunk, mert kollégákkal az elmúlt években kifejlesztettük a Faápolók Egyesületével egy faérték számítást is, ezt meg lehet az interneten le lehet tölteni, egy ingyenes applikáció, és meg lehet nézni, hogy milyen magas, milyen széles, milyen korona, milyen törzsetmérője van, és gyakorlatilag ebből kijön egy fának az értéke. Most nevezzük az értéket akár szó szerint is, de ezek jelképes virtuális értékek. De ha kiderül, akkor meg lehet egy-egy fának 20-30 millió forint is az igazi értéke, és amikor a politikusok megértik majd azt, hogy egy zöld felület gazdálkodónak milliárdok fölött kell diszponálnia, mert az a falnak akár több tízmillióba kerül egy fának az értéke, erre valóban pénzt kell biztosítani, és ezt hosszatávon kell gondolkodni, és ugyanúgy kell kezdeni egy épületet. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy minden egyes önkormányzatnál vagy helyhatóságnál egy nagyon fontos dolog lenne, hogy legyen egy jó szakember, aki zölddel foglalkozik. Nálunk elindult ennek egész Magyarországon most a főbb nagy városokban, mindent vannak főkertészek, kisebb településekkel is, és tulajdonképpen hozzájuk tartozik. Hozzáteszem, hogy mindenütt vannak, ez egy kicsit túlzás, mindent kell ennek, hogy legyenek, de mivel szakember hiány van, ezért sajnos nincsen, és azt gondolom, hogy ez egy nagy problémája. Ezen dolgozunk itt az elmúlt néhány évben. Itt az elnök urat hallották az előbb, a Magyar Kertépítők és Fenntartók Országos Szövetkezet, vagy szervezetének az elnöke volt az elnök. Én kb. 15 éve az elnökségi tag vagyok, és higgyék, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy ez a Főkertészi Szövetség újra föl tudjon állni, és újra megfelelő helyen tudjon szakmai érdekérvényesítést végezni. Hatos György, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdásza, a növényvédelmi előrejelzésről tájékoztatta a jelenlévőket. Látunk az Unióban nagyon jó példákat, látunk Magyarországon nagyon jó példákat, amelyek megfelelőképpen vannak felépítve, ezek az előrejelzések, és ezek az előrejelzések által akkor a gazdák megfelelőképpen tudnak készülni egy-egy nagyobb invázióra, egy-egy beavatkozásra azáltal, hogy a ideiben vannak értesítve. Mondjuk itt Romániában ebből kifolyólag egy kicsit ezt nehezebb pont kivitelezni, abból kifolyólag is, hogy ugye nekünk különbözőek a dombozati formáink és különböző tengerszint fölötti magasságok vannak, mert ebből ugye az következnek, hogy lenne az Alföldön már egy sokkal melegebb hőmérséklet van, ugye tudjuk azt, hogy minden egyes kórokozónál vagy kártevőnél ezek mind hőmérséklet függőek, legtöbbször ugye, hogy azok mikor fújnak ki a földből, milyen Celsius fokon, és akkor azok, amikor kibújtak, onnantól már kezdik ugye ők a tevékenységeket végezni, a különböző kártételeket, kártépeket, akkor már kezdik gyártani. Itt ugye Romániában ez eléggé összetett abból a kifolyólag is, hogy vannak észkas oldalak, vannak déli oldalak, vannak különböző tengerszint fölötti magasságok, és nagyon jó lenne az, hogyha például ez megyékre, meg térségekre le volna osztva, és onnantól akkor a térségből mennének folyamatosan az adatok, és azáltal tudnánk az embereket megfelelőképpen értesíteni. Én jól magam folyamatosan azon vagyok, hogy figyelem a Magyarország előrejelzéseket, és azok általában mindig jó 2-3 évvel azelőtt vannak, mint a miénket. És akkor, hogyha ott már kezdődik, akkor tudom azt, hogy nálunk is folyamatosan most már készülni kell különböző próbavirtásra vagy beavatkozásra, hogy azokat megfelelő időben tudjuk elvégezni. A visszhallgatót hoztam a fő példának, ezzel kapcsolatosan ugye, hogyha ott vannak nekünk ezek a berendezések, azok ugye folyamatosan mérik nekünk a páratartalmat, mérik nekünk a hőmérsékletet, mérik nekünk a csapadékot,
És tudjuk azt, hogy például a liszalagoknál is, hogy meg kell tanuljuk minden egyes kórokozónak, vagy kórképnek, hogy mikor esedékesek, hogy mikor jelennek, mi jelennek meg azok. Hogyha tudjuk azt, hogy folyamatosan nekünk magas páratartalom van a szőlőbe, meg van rekedve, húros idő van, nem tud felszáradni megfelelőképpen, sűrű az állományunk, akkor ezek meg fognak jelenni, sajnos meg fognak jelenni, sőt, akkor károsítani is fognak nekünk. A növényvédelmi előrejelzés a károsítók várható tömegítés változásait kell folyamatosan ugye azt ott jelezze nekünk. Az volna ennek ugye az egyik legfontosabb eszköze, hogy megfelelő időben tudjuk mi beavatkozni a kártevők ellen. Ugye különböző kártevőknél ugye megvannak, hogy abban az ideális, hogy amikor pont a lárváknak a kevése van, tömeges lárvakedés van, akkor tudjunk megfelelőképpen mi beavatkozunk, akkor végezzük el a fitotechnikai műveleteket. De nem mindegyiknél tudjuk akkor végezni, főleg amelyek olyan életmódot folytatnak, hogy nem férünk hozzá. És akkor azoknál, amikor a kifejlett imágók vannak és az imágók ugye rajzanak, akkor tudunk megfelelőképpen védekezni. A védekezésnek ugye az a legfontosabb, hogy megfelelő időbe állapítsuk meg azt oda, és megfelelő időbe juttassuk ki azokat a különböző szereket. Aztán ez lehet bio, lehet konvencionális, vagy lehet ugyebár egy integrált védekezés. Közvetlen módszerek ugye a vizuális vizsgálat. Vizuális vizsgálat az ugye az van, amikor mi folyamatosan kimegyünk, megnézzük azt a gyümölcsfát, megnézzük azt a növényt, és akkor arról megállapítjuk, hogy most akkor az milyen mennyiségben van. Ez kiválasztunk ugye mindig egy bizonyos létszámú növényt, és akkor abból számoljuk azt ki, hogy körülbelül hányan láttunk fertőzést. És ezt tehát végigvezessük egész évben. Növényvédelmi előrejelzésekről tartott előadást. Mennyire fontosak ezek mondjuk a mai gazdaság számára? A egyik legfontosabb a gazdaság számára, ugye nem mindegy, hogy mikor avatkozunk be, nem mindegy, mennyi vegyszert juttatunk ki, és nem mindegy a gazdáknak az, hogy ugyebár mennyi marad meg a zsebükbe azokból, amit termelnek egész évben. Ezek folyamatosan ezek kiadások, amikor nekünk védekezni kell különböző kártevő kórokozók ellen, és akkor a megfelelő időben elvégzett munka az a jobban gyümölcse is jobb lesz. Hogy lehet pontos növényvédelmi előrejelzés birtokába kerülni? Hát ez az egyik legnehezebb, ugye főleg itt nálunk a térségben, Romániában, ugyanis a különböző dombozati viszonyok nagyon befolyásolják azt, hogy meg a területeknek az elhelyezkedése, hogy akkor az milyen fenológiai fázisban vannak ott a különböző kórokozó kártevők, és akkor azokat kell folyamatosan nyomon követni, és ugye azt ott figyelembe venni, és akkor tudunk megfelelőképpen védekezni. Ezért van az, hogy én is szorgalmazom azt, hogy mindamellett, hogy jönnek nekünk az előrejelzések, a gazda is folyamatosan ugye legyen ott a területen, legyen ott a gyümölcsösbe, és ő is folyamatosan számoljon, mérjen, és akkor onnantól tud ő megfelelőképpen beavatkozni és munkát végezni. Ha időben beavatkozik, mennyi részét menteti meg akár a termésnek? Ez mindig úgy szoktam mondani, hogy az, hogy ha időben beavatkozik, akkor azt nem tudjuk, de hogyha nem, akkor sajnos rámehet az egész éve. Az előadássorozatok, szakmai beszélgetések mellett március 4-én magbőrzét is szerveztek a csíkmadarasi kertésznapokon. Itt különböző kerti növények régi fajtáinak magvai közül válogathatott az odalátogató. Ebben az esetben is bő volt a kínálat. Március 5-én ribizli borversennyel ért véget az 5. alkalommal megszervezett kertésznapok rendezvénysorozata Csíkmadarason. Köszönjük figyelmüket!